Sztyeppén élő őseink kultúrájában a ló játszotta a legmeghatározóbb szerepet. A hátasok szolgáltatták a kumiszt is, a sztyeppei nagyállattartó népek legfontosabb italát. Dr. Barta Júlia etnográfussal a kazakok ma is jellegzetes italáról, a kumiszról, azaz az erjesztett kancatejről és az ahhoz kapcsolódó tárgyakról beszélgettünk. A pásztoremberek ismerik a kumiszt, de már nem készítik. Kazakok, a közép-ázsiai törökség népei azonban igen. Nagyon fontos ital az erjesztett kancatej, sokáig eláll. Erre azért van szükség, mert ritka a település hálózat, ahol ivóvízhez juthat az ember. A kazakok, ha elindulnak, a nyereg mellé teszik megtöltve, és az utolsó csepig megisszák a bőr italtartóból. Nagyon fontos ital, mert ez az egyetlen olyan ital, ami eltart, eláll nagyon sokáig. Ugye erjesztett kancatej eleve olyan képződmények vannak benne, ami miatt nem tud megromolni, és erre azért van nagyon nagy szükség, mert nagyon ritka a település hálózat. Nagyon, ugye eleve Kazasztánban egy négyzetkilométeren 18 ember él, hát el lehet gondolni, hogy milyen sűrűn lehetnek ott az aulok, a falvak, ahol ivóvízhez lehet jutni. Tehát aki elindul lóháton nyilvánvalóan, a nyerge mellé feltétlenül oda akasztja a kumisztartó kulacsát, és ez bőrből készült, marhabőrből vagy lóbőrből, leginkább lóbőrből készült, nagyon díszes, a kazak népművészet remekének mondható. Maga a formája is nagyon érdekes, tehát ezt a kulacsot oda akasztja a nyerge mellé, és tulajdonképpen amíg ebben vagy az ennél nagyobban tart, addig nincs baj. Érdekes a formája, mint említettem. Először, ha akarom, akkor életfának minősítem, ha akarom, akkor ülő ember is lehet, és valahol ez így igaz is, de... Ami nagyon-nagyon különleges benne, ez a kosszarv mintájú hajlat, mert ugye nem tudja kiinni teljesen. Nem az utolsó cseppek, amik olykor életmentő cseppek lehetnek, amikor a szájához emeli, akkor ugye a hajlatban marad valamennyi, amit csak kirázogatással tud kiinni belőle, és olykor ez életmentő lehet. Tehát önmagában ez a tárgy azt gondolom egy nagyon-nagyon különleges, nagyon szép, és azt bizonyítja, hogy a népművészet nem egy lárpullár dolog, nem önmagáért szép valami, hanem amellett, hogy szép az alakja, a formája, amellett a funkcióját tökéletesen beteljesíti. A másik tárgy szintén a kumiszhoz köthető termékenységre, a férfi erőre utaló kumiszmerőkanál. Amikor összeáll a család, ezzel a szép formájú faragott, kőszáli kecskefejet ábrázoló kanállal merik ki a kumiszt mindenkinek az erényébe. Ez egy kumiszmerő kanál tulajdonképpen, tehát amikor összeül a család, a nagy család, a rokonokkal, a műrokonokkal, műrokonsági formáról még érdemes lenne beszélni, akkor ugye ünnepélyesen kimerik a kis bögréjükbe, kis tálkájukba, tálkát használnak inkább, a kumiszt, és akkor emellett el beszélgetnek. Nagyon-nagyon szép ennek a formája. Egy kolcsakot ábrázol a nyél végén, egy kolcsak a hegyi kecske, kőszáli kecske. Maga ez az állat a népművészetben nagyon, nagyon fontos, és nagyon gyakran látjuk az ábrázolását. Nyilvánvalóan nem véletlenül került a kumiszmerő kanál. Is. A termékenység bőségvarázslását, az esővarázslását sem hagyják ki. Háromféle esőkövet használnak a kazakok. Ezek különleges formájú és köréje gazdag néphiedelem társul. Háromféle esőkövet használnak, ezek a természetben előforduló kövek, vagy elhullott állat epeköveiből alakult ki, vagy valamilyen más módon. A lényeg az, hogy különleges formájú, és a köréje fűződő néphiedelem az, ami rendkívül gazdag. Eső imádságokat mondanak a kereti népek. A kazakoknál is, az anatóliai törökségnél is megvan ez, de amit én a kezemben tartok, ez egy kazasztánból hozott esővarázslókő. Természetesen a
a vegetáció bőségét hivatott, az esőt, az életet adó esőt hivatott odavarázsolni. Az anatóliai törökök esőimádságot mondanak ezekkel a jellegzetes kövekkel.